Húha. Ne felejtsétek el, hogy mindannyiótok makja ugyanolyan fontos nekem. Kaci! Add a kezembe a makkod. Egy magyarok. Vagyis, hogy add vissza az én makkomat. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, vagy nappalt, amikor nézitek. Én ilyesmi. Dávid vagyok. Én jó. Pedig András. Jó, András. Ez itt a Fun with Geeks móka kockákkal. Hú, az ide furán hangzik. Legutolsó adása. Itt van velünk a fantasztikus Ung Dániel. Az egyetlen, aki még nincs kiégve. Teljesen. De annyira. Eljön. És itt van velünk Mörli. Hello. Fömörli. Mörli. F-Mörli. Mörli, a méltán népszerű roleplayer csatornát csinálja az interweben, és van rajta póló. És ő animál, vagy ő készítette a logót. A logót is, és a pólót, a pólót is. Úgyhogy ezt most ne szóljátok le. Léci! Szükségünk van emberekre, akik még hajlandóak játszani velünk. Na már most, a mai nap, a mai epizódban egy That's a Question nevű játékot fogunk játszani, amit szinkron tolmácsolunk majd nektek, mert ez egy angol nyelvű játék. Ne tévesszen meg titeket a Neo Mókus. Aki... Mármint, hogy Morpheus Mókus. Igen. Én ezt adom. Én... My bad. Szóval, that's a question. A ne tévesszem meg titeket a gyermetek borító, ez egy meglehetősen felnőtt játék, amit nem tudom mennyibe kerül egyébként. Hatalmas ajánló. Nem tudom mennyibe kerül, de csak a szabályát megéri megvenni. Nem kapsz játékot, de a szabály a hibát. Tehát azt akarod mondani, hogy ez egy ilyen gyermekies köntösbe bújtatott felnőtteknek szóló dolog. Akkor ezért hívtatok engem? Ugye? Felvesszük ezt még egyszer, szóval That's a Question nevű játékkal fogunk. Nem fogom ezt kívánni, de értem. Jó, oké. Okay. Értem. Minket is, minket is nagy részt nem tudom. Na, szóval nem nagyon bonyolult a játék, de azért ajánljuk a figyelmetekbe ezt a videót itt fent, mert itt Kaci elmagyarázza nektek, hogy hogyan is működik. Extra és közben viccesen táncol. Most már lesz rá egyszer. Ennek a szabály magyarázóra sajnos így kell indulnia. Ezzel már nem tudunk mit csinálni. Na, kezdjük a játékot. Ki lesz az első? Ki kezd? Valami kezdeni. Kacinak nincsen makja. Ó, valóban. Akkor én. Mi a három kérdés? A mit hiányolnád, hogyha eltűnne? A melyiket választanád? Illetve a... Szerinted melyik a rosszabb? Hát kit gondolsz rosszabb? Igen. Kit vagy mit, hogyha megnézed a válaszokat? Ja, azt nem néztem. Elfelejtettem, hogy melyik kérdés micsoda. Dávid. Nem, ez mindenben. Én kezdek? Vagy te kezdesz, és tőled fogok kérdezni. Gyere. Mindent tudok. Az a kérdés, ez túl könnyű. De ugye nem az a lényeg, hogy... Tehát, hogy én fogok tudni válaszolni. Igen, igen, de az, hogy ez annyira könnyű volt, hogy ők is tudtak volna válaszolni. Hát az lehet, hogy nem Jó, de helyes. Jó, ez. És... Elfelejtettem, hogy miért lesz 2,5 óra ez a videó. De így majd ilyen patogósra vághatod. Jó. Hát figyelj, 15 választ kell elolvasni. Jó. Én az a fajta vagyok, egy hatalmas patogás vágó gyerek vagyok. Szóval mit utálsz jobban? Vagy szerinted ki a rosszabb? Te. Az, aki folyamatosan cínikus kommenteket tesz, miközben egy romantikus filmet néz. Folyamatosan cínikus kommenteket tesz, amíg egy romantikus filmet igen, néz. Vagy az a rosszabb, aki nem teszi a száj elé a kezét, amikor köhög.
De csak most nekünk kéne téged ismerni. Érdekes. Az van, hogy most nagyon vigyáznom kell arra, hogy ne, hogy közben ne legyen az arcomra írva, igen, hogy mennyire gyűlölöm azt az embertípust, akiről, vagy nem gyűlölöm azt az embertípust. Az én válaszom pedig ő. Jó. Ha nagyon sneaky beakik akartok lenni, akkor úgy is lerakhatjátok, ugye, mert hogy a kikert azt ilyenkor kell kijátszani. De nyilván, hogyha odarakod mellé a kikert, akkor tudják, hogy egyetem odaraktad a kikert, úgyhogy ha nagyon akarod, akkor csináltod úgy, hogy így titokba így betolod. És alatta. És akkor így letakarod mind a kettőt. De nem baj, hogy tudja. Nem baj, hogy egyébként tudja. Egyébként meg... Lehet. Ez nem a trónok harca, Kaci. Nem. Igen, egy kicsit egy múlbonyolítva. De nehogy már megtudja. Ja, úgyisten. Hát ha mindenki lerakta, akkor... Mutassuk a válaszait. Dávid, hát te nem vetted a Dávid makját? Add ide a makkot. Csapd ki. Jó, de óvatosan. Helyezd a kezébe a makkot. Megfogta a makkot. Na, mire tippeltetek? Na, hát... Tippeltem a bére. És te? Én normális embernek tartalak egy picit, úgyhogy én az ára tippeltem, és ez annyira nagyon, hogy még hármas szorzót is rágtam. Nyilván a B! Talán Dave-ből nem nézett ki, hogy folyamatosan nyomatja a kommenteket film közben. Ez az egyik. De olyan végtelen rohadt idegesítőek azok az emberek, nem már. De, meg ráadásul először is germofób vagyok. Azok, mert elveszi tőled a makkot, el fog menni kezed most. Ez így van. Akkor hát most az van, hogy Ungin kívül mindenki előre lép. Ja. Mindenki előre lép. Hűde menők vagytok. Meg azt meg elégetted, igen. Majd ha elérünk a tóhoz, akkor visszakapod. Igen. Tó! És vedd vissza a bédet, Dávid, és Mörli fog kérdezni. Én jövök. És én pedig kapok két válaszkártyát. Ja. Én elveszem ezt most Ungitól, van két makkom, és ezáltal tőle tudok kérdezni. Jaj. Mindegy, ti hallottátok. Jó, én is hallottam. Hát majd valahogy ügyesen fabrikára gotthon. Ne, és ki kellett játszanom az egyiket. Nem. Az a baj, hogy nem tudom, hogy nyerni akarok-e jobban, vagy jó kontentet csinálni. Ó, nem. Jó, mert megijedtem. Mert hogy találtam, a kékken találtam egy tök jót, és aztán azt hittem, hogy azt játszottam ki csak zöldként, de nem. Vagy pirosként. Jó, rendben. Kedves Ungi. Az én vagyok. Mit szeretné választani ezek közül? Ha? Hogy legyen egy házi dínód, mint házi állat. Bele kell számolni, hogy 14 éves vagy. Igen. Vagy pedig, hogy egy napig bármelyik fikcionális, tehát kitalált karakterrel együtt lehess eltöltsd vele egy napot. Fú, ez most nehéz, hogy meg akarja egy Wonder Woman. Inkább. Vagy utazni a doktorral. Az a baj, hogy gondolkodom, hogy most bennem élő pubertás tini, és a bennem élő kocka gondolkodik, és bocsánat, annyira királya a benned élő pubertás tini, vagy a benned élő pubertás tini. Várjál, a TARDIS-ban ott van Karen Gillan, és az ő lábai? Egy kitalált karakterrel. Mm. Tehát vagy a doktor, vagy Amy. Jó, akkor Karen Gillan-nel. A TARDIS-ban. De azt mondod, hogy ez titokban két. Nem mondja hangosan. Nekem ez így jó. De nem, most csak azért nem vállaltam. Őszintén kell válaszolni. Őszintén kell. Nyilván őszintén válaszoltam. Jó. Én... Jó! Annyira remélem, hogy a másik. Mi van nálad? Hogy mi van nálad? Hát ott van nálad is a kikkel. Hát nyilván, de én oda akarom is bevenni, és azért akarom te is. Én azt mondom B. Én is. Na, yes! Akkor a citromsárga 3-at megy, a rózsaszín is 3-at megy. Mentem egyet. Igen. Na jó. És te meg mentél egyet. És te meg nem mész sehova. Én ott maradok a fenébe. De Karen Gillan lábai közé. Nyertem. Ennyi? Ez volt egyébként a megfejtés? De egy pontot kaptál te is. Egy pontot kaptál te is. Ja. Igen. Ja. Abba biztos voltam, hogy a gondolkod. Ez azért annyira, hogy meglepő. Na, kinek a kérdezed el?
Nagy választásod. Tiéd, ez túl egyszerű. Nekem nincs makja. Nincs makja. Vagy én vagy Kaci. Szóval... mit konsziderálsz rosszabbnak? Kit tartasz rosszabbnak? Így van. Ne szólj bele. Segítek az angol nyelvtanban. Egy hős vagy. Azt, aki alkoholt ajánl fel olyan egyedeknek, akik vezetni fognak, vagy olyanokat, akik fél órát késnek randiról, és még csak egy jó okuk sincs mindenre. Ez annyira nem. Mi volt az első? Aki alkoholt ajánl olyan barátnak, aki vezetni fog. Ez a válaszod? Nem. Megkérdeztek azt, hogy mi az első válasz. Te egy nagyon türelmes ember vagy. Legalábbis türelmes embernek tűnsz. Viszont önérzetesnek inkább. Önérzetesnek inkább tűnsz, mint türelmetlennek. Én áttippeltem. Én is. B. Mert hogy... Na. Annak ellenére, hogy én alapvetően abstinens vagyok, most azt ők döntik el, de az, hogyha fél... részvétem. De fél órát kell várnom úgy, hogy még csak nemes indok sincsen, azzal a világból ki lehet engem kergetni. Komolyan? Mi akkor nem mentünk sehova, ugye? Ti nem? Nem. Én is mentem. Kettő. Én meg egyet. Állat vagyok. Kettőt mentem. Hát mert mind a ketten rosszul tippeltünk. Valóban. Mert téged is megtévesztettelek, meg téged is megtévesztettelek. Na Kaci! Add a kezembe a makkod. Egy magyarok. Vagyis, hogy add vissza az én makkomat. Még inkább. Az lenne a kérdésem, hogy szerinted ki a fosabb, szarabb ember? Igen. Az, aki kölcsönkér dolgokat, de nem adja vissza. Vagy az, aki csal különböző társasjátékokban a barátaival. Ez a két kártya került a kezembe, úgyhogy nem én osztottam. Ez lenne a kérdésem, hogy szerinted melyik az az embertípus, akit te jobban utálsz? Ez egy nehéz kérdés. Amúgy az abban tényleg nehéz, hogy most melyiket utálja jobban. Aj. Ez nem könnyű, ugye? Ne haragudj, Tomi, mert tényleg vissza akarom adni azokat, nem tudok. Van nálam két Airsoft Fegyver, szerintem 6 éve. Amit úgy kértem el, hogy egy 3 napos táborra kell. Ez mit tud? Az semmi. Nem, mert hogy ez a fajta az, ez azt tudja, hogy ha te rosszul válaszolsz, akkor ő még plusz egyet. 2-t lép. Plusz 2? Ja, igen, mert 4 játékosnál. Igen, igen. Megpróbáltam az A-t. Én majd megpróbáltam a B-t. Ez így kuka. Te nem lépsz sehova. Ungi meg ide jön hozzánk. És Kaci is lép egyet. Igen. Meg én is, nem? Nem. De igen, te is. De te is igen. Én rosszul válaszoltam. Jaj, nem húztam. Úgy gondolom, hogy... hogy... Aki csal... Az egy undorító ember igény, nem? Már hogy a barát, amikor a baráttaival jár. A kiskapu. Hát ez volt a kérdés. Hát jogos. Ne felejtsétek el, hogy mindannyiótok makja ugyanolyan fontos nekem. De... Köszönöm. Nekem nincs. De neked kettő van. Igen, én ilyen... Az nem lehet, hogy neked nincs. Nincs. Akkor Ungi most vett el tőle. Unginál van egy? 3 mak. Majd nálam volt 2. Csak 3 mak van a játékban. Igen, mert a kezdő játékot nem kap. Ja. Ez kellemetlen. A játékszabály ezzel csapta be. Is. Na hiszen. Na kérdezem. én mindenképpen kéket fogok kérdezni. Ez mi volt? Én az most tippelem. Hogy melyiket választanád ezek közül? Hogy bármelyik a közeledben lévő ember szemén keresztül láthasd a világot, vagy misztikus, gyógyító erő. Az baj, hogy ez a gyorsaság, ez bármit jelentetett. Igen. Vagy az, hogy sok időt van gondolkozni az elsőn, vagy annyira egyértelmű a második.
De mit akarok én? Csak elbizonytalanítani akarom őket. Te, hogy ennyire biztos vagy? Nem, csak mindjárt a tóhoz éve. A tó nem minden. Ez csak az egyiket. Na nézzük. Ti mit tippeltek? Én azt mondtam B. Én azt mondtam, hogy A. Hát ungiszt ígyáltál. Ó, én is lépek egyet. Nem vagy te ilyen empatikus. Te is lépsz. Mindenki lép, kivéve a narancs. Kaci vezet. Ja, de nem zárhat. Hát nem. Húzzatok bele, srácok! Dávide? Mondjad. Prezentáldom akkor. Szóval, mit szeretnél választani? Ez most nem vicces, ez gondolkodós. Ez ilyen moralizáló. Akkor B. Hogy a legnépszerűbb tévé sorozatnak írhass, vagy nem is ezt választom, hanem... Mármint, hogy úgy híres, mint forgatókönyvet, ugye? Igen. Úgy van értelme. És hogy megírt a legviccesebb színházi előadást valaha. Minőség vagy népszerűség? Dávid. De ez minden kettő minőség és népszerűség. Nem a színház az... Nem a színház király, a színház menő. Színház király, csak nem olyan népszerű. Ah, dehogy mondjuk egy tévét. Ó, dehogy nem. Sorozat, dehogy nem. Ja, nekem nem is kell. Neked nem. Raktál. Hú, de nagy fiúk vagytok. Hát az előbb megbeszéljük, hogy mennyire sorozat függő. Ja, igazából egy, nem... Egy, kettő, három, és itt vissza is kapom ezzel a hármasomat. Mert átmentem a... Ezen. Igen, és most már negyedszerre kapod vissza valami furcsóból kifolyólag. Először is szép munka. Köszönöm. Te is visszakapsz egyet. Jó, ha elérünk a tetejére. Csebi, ott még mennek a felhők. Ja, tényleg. Konkrétan így kimegyünk a játékba. Igen. És mi van, hogy túl vagyunk a felhőkön? Hát akkor újra kezded az elejéről, és utolsó leszel. Igen, tehát pont be kell érni. Ez nagyon fontos. Tessék, Ungi. Én nem tudom, hogy mit akarok kérdezni. Addig megy, amíg a húzópakli elfogy, vagy addig, amíg igen. A lapom is a kezünkből? Azt hiszem. Amikor a húzópakliból felhúzzuk az utolsó két lapot, az már az utolsó kettő? Igen. Akkor még mindenkinek van egy köre. Aha, jó. Azt mondja a játék. Én felhúztam most az utolsót. Jó, ja, akkor mindenkinek most mindenkinek egy köre van. Én fogok kezdeni, én Dávid tőled fogok kérdezni. De miért tőlem? Akarok már lépni végre. Ide csaptam Makert. Mak. És az a kérdés, hogy melyiket választanád? Igen. Hogy újraélhessd életed bármelyik pillanatát. Bármányszor, bármikor? Azt írja, hogy to be able to relive any moment of your life again. Szóval ez egyik. A másik pedig az, hogy... immunis vagy mindenféle disease-re. Mindenféle fertőzésre immunis. Tehát akkor csak is kizárólag fertőzések és baktériumok és betegség. Betegség. Betegségek, igen. Aha, tehát hogy nem tehát vagy... A laktózt nem volendat nem oldja meg. Nem, az nem egy betegség, az jó. Teljesen természetes. Na, így. Sajtot! Sajt! Cheesy bites! Ma olyan ilyen mozzarella. Miért nem kussolsz? Mondjuk ha, nem tudom, tehát hogy nekem inkább, tehát tudom, hogy kinevetjük a Dávidot azért mindig, de nekem hamarabb jutott most eszembe speciál a, nem tudom, a pincéjem. A pozérzékenység. De azon nincs! Jó, de immunis is lennél, nem is lehetne soha. Azért, ilyen meghalni, ez nem olyan vicces. Tapasztalat? Összön, lehet, hogy ki kell majd vágnom, de majd elmeséltem. Na. Zubites. Mi van? Most mi vicces? Abszolj. Az a baj, hogy most hiába mondom, ez nem annyira vicces.
2 hours later. Ezt ne hedd meg! Na mindegy, jó. Vesz a hang. Vesz a kamera, és nagyon jó. Na. Hol tartottunk? Hogy én válaszoltam erre, és ti azt mondtátok, hogy... Hogy újraérheted. B. Hogy immunis leszel. Jó. Akkor Merlin kívül mindenki megy egyet. Ja. Ilyen. Kérem a makkod. Jó. Melyiket választanád? Ki? Ungi. Én. Hogy ne kelljen többet aludnod. Vagy hogy legyen egy unikornis háziállatod. Now that's a pussy magnet. Unikornis videók a csatornán. Na hát ez az. Milyen nekemben mindig van, nem tudom. Na, uraim? Aludni a jó. Há! Tökéletesen felesleges. De legjobb egyetemista! Egész életedben 40 évet végig alszol. 40 évet! 70-et is nagyon szívesen. Hát, te mit választanál? Igen. Vagy te lennél a legerősebb ember a világon, vagy soha többé nem kéne használnod a WC-t. Hú. Ez miért nehéz? Ez nagyon igen. Nehéz. Igen. Nagyon nehéz. Mert erősnek lenni... Hú, ez mennyi felelősség már. Igen, ez az. De is jó. Azt akarom mondani, hogy aludni nem az jó. Utóbb... Csak akkor twitterezek és redditezek. Ugyanakkor meg a cifrafosás az... Jó, de képzeld el... Tehát, hogy... Beragad. Egy makk eltömíti. Mennyivel másabb lesz, hogyha úgy értelmezed, hogy... Effektív, csak a WC-t nem használod, tehát jaj, úgy beszassz! Te vagy az egyetlen ember a Földön, akinek nem kell mostantól a WC-t használnia, úgyhogy... Nem, hogy effektív, beszassz a metron, és egy kisfiú úgy megrángatja apár... Hagyjad, neki szabad! És mint az FBI-nök így kicsapod az igazat. Nyugalom, hölgyem, nem is semmi lehet. Ami egy WC-papírom van. Igen, tehát most gyakorlatilag az a kérdés, hogy hogy harcolsz a bűn ellen? Erővel vagy szaggal? Ugyanakkor az is vett figyelembe, hogy nincsen többi olyan, hogy hajnali 3-kor föl kell kelni. A legerősebb embernek lenni a Földön az iszonyatos felelősség, mert onnantól kezdve minden, bármi történik a világban, azért sort of felelős. De nem egy szuperhős leszel, hanem fel tudsz emelni egy trabantot. Nem viszont ja. Nem egy Hulkbuster páncélban fogsz neki menni az éljeneknek, amikor Ungi először találkozik velük. Jó, Én azt mondtam, hogy erős leszel. Én azt mondtam, hogy nem akarsz. Nem, hát... Akkor most kapok. De lenyomtál. Meg te is kapsz. De mi? Nem, ott álltam és lenyomtál. Nem, oda. Nem álltál ott föl, még nem érted el ezt a időt. Jó, hiszek neked. Az a baj, hogy most mindenképpen csak egyet fogok visszakaptam lépni. Visszakaptam a mezőmet. És kijátszottad a hármasodat? Akkor nem játszottad. Nem játszottad. Ja, de mindegy, mert én nem fogok többet semmit csinálni. Mindegy. És vagy a Mörlitől kérdezel, vagy az Ungitól. Nem tudtam, kire emlékezted, de most már így megvan. A Shrekből a szamár. Igen, igen. Ott vagyunk már? Döntöttél már? Ah, sajnálom, hogy emelni nem találtam jót neked, Dávid. Melyik volt ez? A virág. Ki nem, aki gyűlölsz jobban, és volt egy olyan, hogy aki témát vált anélkül, hogy
vagy a helyet, hogy elismerné, hogy nincs igaz. Oh. Ez volt egyik oldal, és nem találtam mellé jó. Tök mindegy, hogy mit raksz mellé? Mikor a nácikat is mellé rakad? Nem, azt azért nem. De majdnem. Most Family Guy vagy, vagy most? Viszket a vádlim. De hogy így még soha nem viszketett egyet. Nem utálja azokat, akik nem fürdenek. Megharapott valami, vagy nem tudom. Akinek adod a kérdést, az egyet fog lépni. A másik... Várjál, te meg úgy ki tudod játszani a hármasodat. Igen. De Kacsi is ki tudja, mert igazából... De hát ez nem kérdezem, mert nekem nem, nincs ezzel. Ez az egyik, a másik pedig, hogy őt nem lehet behozni. Velem még lehet... Így viszont akkor kapok egyet fixem. Jó, de én is. Ha nem, csak ha valaki rosszul válaszol. Senki nem fog rosszul válaszolni. Ez az. Ki az, kit utálsz jobban, aki... csal egy online játékban, vagy egy olyan embert, aki úgy csinál, mintha elfoglalt lenne, hogy másnak több melója legyen. Ez a legalja volt, hogy ilyen gyorsan válaszoltál. Mert erre figyelni kell. Na? Igen, azt írja is a szabály, hogy attól, mert te tudod azonnal választottól, csinálhatsz úgy, mintha gondolkodnál rajta. Csinálhatok, hát én nem tévedsz a többieket. Neki az én dupla csavar. Na jó, nézzük, hát hogy mit mondtatok. Az egyik az közelebb áll hozzám. B. És azt mondtam, hogy te nem fogod tudni. Hogy B. Hát az alapján, amit csinált. De most ezzel tényleg csak az a baj, hogy most így utolsó vagyok. De jó voltam, hogy... Tehát, hogy én végig, direkt, nagyon... Én csak egyet kaptam. Hogy nagyon-nagyon figyeltem rá, hogy egyetlen egyszer se csináljak ilyet. Hogy valamit teljesen egyértelműen kicsapok, mert akkor makon kívül. Úgyhogy odafigyelhetnél. Úgyhogy odafigyelhetnél. Úgyhogy a... lehetséges, hogy ez, amit kérdeztél, meg ez az embertípus. Valahol a kettő között. A kicsit sajnálom, hogy nem lett döntetlen, mert egyébként azt írja a szabály, hogy az gyere, akinek a legtöbb magja van, ha nem is, hanem az gyere, aki a legelőrébb van nyilván a hegyen. És azt mondja, hogy ha valaki ragaszkodik hozzá, de hogy sehol nincsen egyébként a döntetlen, de hogyha valaki ragaszkodik hozzá, hogy legyen, tehát valahogy döntsük a döntetleneket, akkor nézd hosszasan ezt a szabályt, és csinálj úgy, mintha találtál volna, tehát hogy találtál volna idevaló magyarázatot, ami valamelyikükkel megnyereti a játékot. De akik pont egyenlőségben vannak, azok titokban ugyanúgy döntetlenben maradnak. Te nézd hosszan a szabályt, és ezen találj ki közben valamit, ami megnyereti egyikükkel a játékot. Szabálya zseniális. Ez nagyon jó. Ja, nem tudom, hogy lesz-e fordítása a játéknak, de ha... Már csak a szabály miatt megéri, a szabály miatt is megéri, mert tényleg baromi jó a játék. Kicsit olyan, mint egy kicsit megbolondított igen. Ja. Azt írja, hogy még ha nem is nyertél, feljutni a hegy tetejére azért elég jó érzés. De nem jutottam fel a hegy tetejére. Persze, néha csak a mezőig jutsz majd el, de... Ez is oké, mert egy nagyon szép mezőről van szó. És igazából, ha csak valahol a tó környékén fejezted be, a készítők akkor is remélik, hogy jól szórakoztál, mert hogy ez a játék igazából erről szól. Erről meg mókusokról. Én nagyon adom. Nagyon adom, és ilyen végtelenül egyszerű. A szabályok átbeszélése után ez egy ilyen kis ilyen, jó, rendben, ellébecelünk vele valami, de ahhoz képest te vettek jó pofa. És jó kérdések vannak benne. Jó kérdések. Ja. Hát ez egyébként tényleg a kérdéseken áll vagy bukik. Mit csinálsz, gyermek? Semmi. Szétszórja a dolgokat. De amúgy ez is jó, hogy melyik ember utálad legjobban, aki nagy szavakat használ, anélkül, hogy tudná, hogy mit jelentenek. mennyi ilyet ismerünk? Hello. Kettőt. Konszideráltad a válaszodat. Na, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nektek különösen nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet.
Sziasztok! Sziasztok! Helyes. Sziasztok! Dancicák. Jó, az elég jó vagy. Fun with Geeks!